Sziasztok! Elérkeztünk a vlog 7 utolsó részéhez, azaz a 7. epizódhoz, és ma szerda van. Nagyon érdekes, hogy valahogy annyira más töltettel kezdtem el csinálni ezt az egész vlog hetet, és annyira élveztem az egészet, akár a vágást, akár a videófelvételeket, mindent, és a legfőbb, amit feltűnt ez alatt az egy hét alatt, hogy egyszer sem csináltam olyan dolgot, amit csak azért csináltam, hogy videózok, és akkor legyen benne valami tartalom, hanem csak azt tettem bele tartalomként, amit amúgy is csináltam volna. És ez a kettő abszolút nem egy és ugyanaz, és szerintem egy hatalmas nagy felfedezés volt így a héten tőlem ez, hogy tényleg semmit nem csináltam. Ez az indok véget, hogy azért, mert hogy most vlog hét van, és akkor hű, ilyet játszunk, vagy olyat, vagy ide menjünk, hanem hogy csak azt, amit úgy alapból csináltam volna, és ez teljesen más hangulatot árasztott, legalábbis szerintem a videókból, mint amikor ezt fordítva csináltam. Na de a mai nap délidőre járja, a gyerekeim alszanak, délelőtt megcsináltam a gulyáslevest, megcsináltuk hozzá a pogácsát. Nem videóztam, aminek az volt az oka, hogy egyszerűen nem volt alkalom, mert hogy csináltam a gulyáslevest, a pogácsát, közben próbáltam a két fiút így játszás közben állandóan békíteni, mert hogy kb. 3 percenként összevesztek, illetve próbáltam tanulni Emmával, mivel ő ugye csütörtök pénteken nem volt iskolában, amikor még ők tanultak, ezért volt egy jó pár bepótolnivaló, meg ugye a szünetre is, ami házit kaptak, azokat ugye minden nap egy kicsit csinálunk, és két pogácsaszaggatás között álltam, és a matek példákba próbáltam neki segíteni, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ezt a kamerázást, vagy ezt a videózást ezáltal nem erőltetem most, mert hogy nem úgy jött ki, és ez pont ennek a vlog hétnek úgymond az ilyen, hogy mondjam, hozadéka, hogyha nincsen kedvem, ha nem akarom, ha ez megnehezíti a dolgomat, akkor nem csinálom. És most, hogy így mindenki lefeküdt, és mindenki ment aludni, most van kedvem, most van időm, és az a helyzet, hogy most még a délután részébe el kell mennem a bölcsibe, lesz egy szülinap, amiről még nem tudtam, tegnap ma szóltak a lányok, hogy szeretnék, hogyha bemennék és levideóznám az egyik kisfiúnak a születésnapját, ilyenkor a bölcsibe az egy jó nagy parti, tortával, díszítéssel, szóval úgy, mint ahogy otthon, legalábbis nagyjából hasonló családias légkört próbálnak teremteni, és sikerül is, és nagyon jó szokott lenni. És hát nem utolsó sorban mindig megkóstolhatom a finom kis tortát, úgyhogy ez nagyon megnyerő dolog. Nyilván nem a torta véget, de hogy értitek. És hát az elején meglepődtem rajta, mert hogy nem volt dadusom, vagy nem tudtam, hogy a mama mennyire fog rájönni, de mondta, hogy szívesen álljon arra az egy órára, illetve a táskám, hát úgy gondolom, hogy ez a táska még kibír egy másfél évet, viszont már volt egy párszor a Varró néninél, és hát egy kicsit ütött kopott alul, de szerintem ez még jó lesz, viszont a cipzárja elszakadt, vagyis hát nem a cipzárja, hanem itt mutatom nektek majd képen, és ezt be kell, hogy vigyem a varrónőhöz, hogy megvarja, hogy ne szakadjon tovább. Ezt a táskámat ugyan már csinálta egyszer, és mivel nekem előtte is, mielőtt ez a táskám volt, előtte is pontosan ugyanez a fazon volt szürke színbe, és tudom, hogy nagyon szeretem, ezért mindenképpen szeretném megcsináltatni, úgyhogy előtte bemegyek a csarnokba, illetve van még egy játék, amit a lányom kapott az egyik rokonútól karácsonyra, és ő nem játszik már ilyen barbikkal, meg lovakkal, meg nem tudom, és mondta, hogy ezt nem szeretné, úgyhogy a helyi csoportba feltettem, és akkor egy anyuka jön érte, megbeszéltük a találkozót, utána elmegyek a bölcsibe, levideózom a születésnapot, és utána pedig megyek ki a gyerekekkel a játszótérre, illetve képzeljétek el, hogy reggel még a nagy főzésem, meg sertepertélésem közepette, mert hogy azért próbáltam így irányítgatni mindent,
Leszakadt az egyik szekrény a konyhába, pont itt a mosdó alatti, és hogyha kinyitom a mosogatógépet, akkor az így lezúdul. Úgyhogy mondtam a férjemnek, hogy legyen szíves délután menjen a Mercuriba, és vegyen egy ilyen kis csavart, amivel meg tudja csinálni. Illetve rájöttem arra, hogy vasárnap ugye nem voltunk templomba, mert a gyerekek betegek voltak még, és így nem akartam. És rájöttem, hogy bűnbánati hét van, és nem lesz ma Biblia óránk, hanem bűnbánati Isten tisztelet lesz, úgyhogy ha Zoli addigra befejezi a szekrény készítést, akkor én elmennék ma a bűnbánati Isten tiszteletre, ha nem, akkor pedig elmegyek holnap, de az biztos, hogy mindenképpen szeretnék délután kimenni a gyerekekkel, mert iszonyatosan jó idő van, és tegnap is nagyon tetszett nekik, hogy végre a barátaikkal lehettek, és mi is, hogy egy kicsit tudtunk beszélgetni anyukák, úgyhogy ez testileg is, meg lelkileg is feltölt mindegyikünket, meg azért akárhogy nézzük, csütörtök óta nagyjából itthon voltunk, és keveset volt, hát keveset, mihez képest, de hogy magunkhoz képest keveset voltunk kint, úgyhogy ezt szeretnénk bepótolni, illetve hát holnap utára is olyan terveim vannak, hogy többet legyünk kint, ugyan mai nappal befejezem a vlog hetet, amit megmondom őszintén, hogy most egy kicsit így sajnálok is, valahogy nem érzem úgy, hogy abba szeretném hagyni, de nyilván tudom azt, hogy nem jó ezeket a dolgokat túlzásba vinni sem. De hogy most még olyan pont olyan lendületemben vagyok. Úgyhogy igen, és tudjátok, hogy mi az, ami még a mai napomat egy kicsit így megdöbbentette? Az, hogy leültem és visszanéztem a kommenteket, és a egy hét, blokk hét alatt egyetlen negatív komment sem jött, de hogy még kritika se. És szerintem én 5 éve videózok, de ilyen még soha nem volt, hogy senki ne küldött volna el melegebb éghajlatra, ne hordott volna le valaminek. Nem azért már, hogy engem ez lehúz, csak hogy ilyen nem szokott lenni, és ez azt jelenti, hogy egyre több pozitív gondolkodású ember nézi az én videóimat, és egyre többen azért jönnek ide, ahogy gondolom te is azért vagy itt, hogy egy kicsit feltöltődj pozitív energiával, és nem azért, hogy valakinek beszólj, megyek, na, szóval néni még nem aludt el, úgyhogy engem ez egy kicsit megdöbbentett, mert hogy akárhogy nézzük, azért mindig szoktak lenni egy-két olyan ember, aki már csak azért is megmondja, aki már csak azért is elmondja, hogy te milyen hülye vagy, szóval nem tudom, még ha ezt így burkoltan is, de hogy azért mindig, és egész hét alatt egyetlen egy ilyet sem kaptam, ami egy csodálatos dolog, de tényleg, és ne értsétek félre, nem azért, mert engem lehúz, hanem azért, mert hogy egyre több itt a boldog ember, és ez nagyon jó, ez nagyon jó. Na szóval be is teszem ebbe a kis piroska kosaromba ezt a Barbit, meg a lovat, amit a lányom kirakott, mert hogy úgy döntött, hát alapból sem annyira játszik ilyenekkel, de ő már nagy lánynak. Szóval, hogy ne hagyjam itt. Hát szia, Barbie! Illetve itt van a táskám, hogy nehogy itt maradjon, a varrónőhöz eljusson. Na hát
ma olyan csodaszép idő van, hogy elővettem a kis sportcipőmet, sőt, elővettem ezt a tavaszi kis kabáckámat, vagy vastagabb pulcsimat is, és ma már ebbe fogok menni, mert tényleg ragyogon süt a nap. Sometimes it's alright just to be a little wrong. With no sense of consequence, the strength to carry on. The day breaks in the darkest places, right before the dawn. So if you ever lie awake with situations in your mind, and you try to sleep it off, but night keeps on passing by. Már végeztem is a varrónőnél, annyira szeretem ebbe a varró csajsziba, hogy az ilyen apró cseprő dolgokat, ennyi az, hogy tényleg 1 eurót kért érte, és ha még azt nézem, hogy 2-est adtam és borravalót is hagytam is, nagyon elégedett vagyok én is, ő is. Nem kell 2-3-szor járkálni, hanem egyszer csak oda viszem, az ilyen dolgokat azonnal megcsinálja megvárás alapon, és nem kell 2-szer jönnöm a városba, nem kell új táskát keresnem, szóval, hogy ennek így nagyon tudok örülni, és szerintem ez még egy jó ideig kitart ez a kis táskám, na de nem is húzom az időt, hanem megyek, mert 1:45 van, és 2-re oda kell érnem a bölcsibe, még egy kicsit beszélgetek ott a lányokkal, a volt kolléganőkkel, aztán megcsináljuk a videót, és megyek haza a gyerekekhez. Hát közben hazaértem, és az a helyzet, hogy nagyon jól el voltak a gyerekek a mamával. Nem is nagyon akarták, hogy én gyorsan hazaérjek, mert hogy eljátszottak, elmeséztek, mama pucolt nekik almát, meg ilyesmi, szóval tényleg ilyen kis nagyikás program volt, úgyhogy jól érezték magukat, és a bölcsibe a videózás is szerintem elég jól sikerült, nagyon aranyos volt a kis ünnepelt, és látszott a gyerekeken, hogy boldogok, és a dadusokon is, hogy ilyen kiegyensúlyozottak, úgyhogy tök jó volt ez a kis parti megint. Nagyon szeretem ezeket a kis szülinapi vagy alkalmi videózásokat, így hogy mégis azért valamilyen szinten gyerekek vesznek körül, úgyhogy a Milán lement most már a pályára játszani, focizni egyet, a két kisebb gyerkőc meg még pakol, aztán megyünk mi is. Örülök neki, hogy meglett a táskám, hamarosan hazaér a férjem is, és összerakja a konyhaszekrényemet, mert most, hogy beindítottam a mosogatást, eléggé zavaró volt, hogy folyton leesett a konyhaszekrény egyik fele. Hát na, akárhogy nézzük, hány éves a konyhám? Milán 1 éves volt, úgyhogy szerintem olyan 8 évet csináltattuk a konyhát, és ahhoz képest nagyon jól bírja, szóval egy szavam nem lehet, én ezt anno
Itt egy helyi asztalossal csináltattam, és ez egy nagyon-nagyon szuper kis döntés volt, a mai napig nagyon szeretem. Főleg mióta egyre letisztultabb és egyre könnyebb takarítani, most a külsejét is át kell takarítanom, mert hogy múltkor arra gondoltam, hogy néha leülünk így a konyhának a szőnyegére, és ott néha csak itt csipegetünk egy picit, vagy beszélgetünk a gyerekekkel, nem tudom milyen fura rituálé ez, hogy a konyha szőnyeg közepére ülünk, de hogyha így a konyha közepére leülünk, és fontról, vagy lentről nézem fölfele a konyhát, akkor igencsak ráférne egy takarítás, és rájöttem, hogy lehet, hogy így kellene megnézni a lakás minden pontját, hogy leülünk a földre, és ha felfele nézünk, és koszos és poros valami, akkor itt az ideje takarítani. Úgyhogy a hétre még tervezem, bár lehet, hogy nem a hétre, mert így, hogy itthon vannak a gyerekek, nem annyira van ezekre a dolgokra időm vagy kedvem, de az biztos, hogy a jövő hétre beütemezem azt is, a csalamádé készítés mellett, úgyhogy ja. Szóval hazajön a Zoli, nem sokára, mert most már 15 óra 35 perc, szerintem olyan 4 óra 45 körül itthon lesz, és elmegy a Mercuryba, és vesz ilyen vinkliket, vagy mi a túró az, és megcsinálja a konyhaszekrényt. Mi pedig most megyünk a játszótérre a gyerekekkel, aztán meglátom, hogyha időben feljövünk, akkor este 6 órás istentiszteletre elmegyek, bár nem tudom, hogy Zolinak mennyire lesz kedve, mert ugye, hogyha egész nap dolgozik és hazajön, és itthon még éppen konyhaszekrényt fog szerelni, vagy másnál szerel valamit, és utána én meg mindjárt lelépek, amikor ő hazajön, és pihenni tudna, az nem annyira jó dolog neki, mert hogy nyilván akkor ő van a gyerekekkel, úgyhogy meglátjuk. Na még mielőtt kimegyünk a játszótér előtt, gyorsan visszapakolok az úgymond elegáns táskámból az anyuka hátizsákomba, ha már a Varró néni nagyon szépen megvarta, nézzétek meg amúgy tényleg olyan ügyes ez a csajszi, hogy az csak na. Na hát az a helyzet, hogy most már 6 lesz egy perc múlva, és megyek a bűnbánati istentiszteletre. Azt hiszem, hogy ez egy szép megkoronázása, úgymond ennek az egész vlog hétnek, és az együtt töltött hetünknek. Remélem, hogy jól éreztétek ti is magatokat, amíg néztétek a videóimat, vagy a videók által egy kicsit
akár fel tudtatok töltődni, vagy minden napra adott egy icipici pozitív hangulatot, már akkor is megérte. Én bevallom nektek őszintén, hogy nagyon szerettem minden egyes részét, és hát nem mondom, hogy túl gyakran fogunk vloghetezni, de hogy úgy érzem, hogy ez most egy kicsit jót tett nekem is, úgyhogy elköszönök tőletek, és találkozunk a legközelebbi videóban.